A politológus szerint a miniszterelnök többlet népszerűséget akar szerezni a halálbüntetés emlegetésével. Szeszélyesnek és időnként modortalannak nevezte könyvében Orbán Viktort, a volt amerikai nagykövet. A Kenti herceg volt a legrangosabb díszvendég azon a vonaton, amely Velence felé indult és a balkáni országokba tart. Haitiban és Mongóliában is jobb a sajtó helyzete, mint Magyarországon, hazánk a 65. a sorban. Jó reggelt kívánok! Önök az ATV reggeli hír összefoglalóját látják 7:30-kor. Köszönöm Önöket! Saját és pártja népszerűségét javítaná Orbán Viktor a halálbüntetés napirenden tartásával, ezt mondta a Híradónk által megkérdezett politológus. Krekó Péter szerint azonban ez rossz stratégia, mert romlik a kormány megítélése, és ez erősíti a Jobbikot. A miniszterelnök pénteken azt mondta, beszélni kell a kérdésről. Mindenkinek megvolt azonnal az interpretációja, hogy mit jelentett a miniszterelnök néhány erre vonatkozó mondata. Foglalkoztatja az embereket ez a téma, ezért kell napirenden tartani a halálbüntetés kérdését, mondta Kovács Zoltán a csütörtöki egyenes beszédben. A kormány szóvivő szerint ez azt jelenti, hogy lehet róla beszélni a parlamentben és szakmai körökben is. Egy dolog biztos, és azt hiszem, hogy ez a Martin Schulzzal, illetve a Josep Dollal folytatott ma délutáni telefonbeszélgetésekből kiderül, hogy Magyarország betartja az életben lévő, a jelenleg hatályos jogi kereteket, és ragaszkodik azokhoz, azoknak a betartatásához pont. Hát hol élünk a középkorban, amikor kijelentik, hogy van néhány tabu, amiről nem lehet demokratikus vitát folytatni? A miniszterelnök szerint demokrácia vita alakult ki az Unióban a kérdéssel kapcsolatban. Orbán Viktor az Echo TV Mély Magyar című műsorában azt mondta, nem tudja megválaszolni, hogy be kell levezetni a halálbüntetést, de beszélni kell róla. Az elmúlt 5 év stratégiájának része a kérdés lebegtetése, mondta Krekó Péter. A politológus szerint azokhoz a bizonytalanokhoz szól Orbán Viktor, akik a Jobbikhoz vándorolnának, illetve az elbizonytalanodott Fidesz szavazókhoz. Ezek arról szólnak, hogy a miniszterelnök megpróbál magának valamiféle többet népszerűséget szerezni, és saját pártjának egy olyan időszakban, amikor jól láthatóan komoly problémái vannak, főleg a tapolcai választás után a kormány oldalnak azzal, hogy megtartsa népszerűségét. Krekó Péter szerint ez hibás stratégia, mert a kormány hazai és uniós megítélése is romlik. A politológus hozzátette, azért is gyengíti magát a kormány, mert rávilágít saját cselekvésképtelenségére ebben a kérdésben. A miniszterelnök halálbüntetéssel kapcsolatos kijelentését és a bevándorlásról szóló nemzeti konzultációt bírálja a La Libre Belgique. Belgium második legnagyobb példányszámú francia nyelvű napilapja azt írja, hogy nagy gondban lehet a Fidesz, mert egyre inkább a szélső jobboldal eszméit teszi magáévá. A cikk szerint a centrista konzervatív kormánypárt teret enged egy nacionalista populista pártnak, és miközben a szélső jobbot kergeti, ő maga tart bakot. A lap a konzultációs kérdőívet elfogultnak tartja, és úgy véli, a Fidesz a tapolcai időközi választás után dönthetett úgy, hogy a jobboldali, szélső jobboldali irányvonal felé fordul. Kitállalta volt amerikai nagykövet Eleni Tsakopoulos Kunalakis, könyvet írt Budapesten töltött éveiről. A volt nagykövet szerint Orbán Viktor szeszélyes és időnként modortalan ember, belpolitikája pedig több területen is aggályos. Kunalakisnak búcsúzásakor komoly vitája is volt a kormányfővel, a könyvben erről is ír. Hajlandó garanciát vállalni arra, hogy egy 2018-as választási győzelem érdekében sem fog együttműködni a Jobbik a Fidesz-szel, ezt Vona Gábor mondta a Szabad Szemmelben. A Jobbik elnöke cáfolta azokat a sajtóhíreket is, amelyek szerint Simics Kalajos támogatná a pártot. Azt mondta, Lázár János túllőtt a célon, amikor erről beszélt. Vona Gábor szerint nem a Jobbiknak, hanem a Fidesznek van magyarázkodni valója több területen is, ezért is tartja elképzelhetetlennek a pártelnök az együttműködést. Kormányoznának-e adott esetben a Fidesszel együtt? Isten ments! Tehát a 21. századot ne keverjük össze a 20. századdal. Sem a Fidesszel, sem az MSZP-vel nem lépünk koalícióra, mert azt gondolom, hogy az a lényegünknek, a programunknak, a jövőképünknek a feladását jelenteni. Semmire kellő és aljas embernek nevezte Orbán Viktort, és a trafik törvény visszavonását követelte Hatházi Ákos. Az LMP antikorrupciós szóvivője szerint a kaposvári gyilkosság is rávilágít a jogszabály visszásságaira.
a szóvivő hozzátette, több ezer ember, valamint kisboltok és benzinkutak mentek tönkre a trafikrendszer miatt az elmúlt két évben. Soha nem látott méretet öltött a fekete kereskedelem, amivel jelentős bevételektől esett el a költségvetés. Hadházi Ákos szerint várható volt, hogy trafikokat rabolnak ki, szerinte az egész trafiktörvény megbukott. Azt gondoljuk, hogyha Magyarország miniszterelnökének erről a gyilkosságról csak a halálbüntetés jut eszébe, és nem jut eszében az, hogy a trafiktörvény az egyik legkapzsibb és leggyalázatosabb törvénye volt az ő kormányának, akkor az az ember semmire kellő és aljas ember. Ma a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődnek el az érettségik. Idén 1172 helyszínen több mint 115 ezer diákat számolt tudásáról. A szabályok és a követelmények tavaly óta nem változtak, de a választható tantárgyak köre módosult. A diákok együttesen majdnem 430 ezer vizsgát tesznek le, ebből 42.400 lesz emelt szintű. A mai középszintű írásbeli vizsga 4 órán át tart majd. A vizsgázóknak 2 feladatlapot kell kitölteniük, szövegértését és szövegalkotásit. A szövegértési feladat általában egy esszé, ismeretterjesztő tanulmány vagy publicisztika, a szövegalkotási feladatlapnál pedig a vizsgázóknak 3 eltérő típusú, műfajú és témájú feladatból kell egyet kiválasztaniuk. Továbbra is kedvezőtlenül ítélik meg a magyar sajtó szabadságának helyzetét a nemzetközi szervezetek, még Haitiban és Mongóliában is jobb a helyzet. A Nemzetközi Sajtószabadság napjáról azonban Magyarországon sem a politikusok, sem a szakmai szervezetek, de még a civilek sem emlékeztek meg. Az újságírók munkáját és életét világszerte különféle veszélyek fenyegetik. Egy eltévedt golyó egy zavargás helyszínén, mészárlás egy szerkesztőségben, vagy az iszlám állam terroristái. Az újságíróknak azonban más nehézségekkel is számolniuk kell. A Riporterek határok nélkül szervezett összeállítása szerint a skandináv országokban a legkedvezőbb a sajtóhelyzete. Szíriában és Észak-Koreában azonban nem túl erős a szabad véleménynyilvánítás joga. Az Egyesült Államokban sem teljesen szabad a sajtó, Magyarország pedig 5 év alatt 40 helyen visszacsúszva a 65. helyen áll. A Magyar Újságírók Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint a magyar sajtószabadság helyzetén csak a magyar újságírók tudnak javítani. Minél bátrabbak az újságírók, és minél kevésbé hajlandók, akár egzisztenciális nyomásnak kitéve, akár más nyomásoknak kitéve nem a szakma szabályai szerint dolgozni, akkor az annál jobb a magyar újságírásnak és a magyar sajtószabadságnak. Az Élet és Irodalom főszerkesztője úgy véli, hogy főként erős polgárságra van szükség. Azért nem tűnik föl, hogy a magyar sajtó helyzete rossz, mert a nyilvánosság és a nyilvánossághoz kapcsolódó jogok polgári eszmények. Na most, miután Magyarországon igazából nincs erős polgárság, ezért ennek az eszménynek, ennek az értéknek a hiánya sem tűnik föl úgy, ahogy kellene. A Társaság a szabadságjogokért szakértője szerint Magyarországon még a térség országaihoz képest is romlott a sajtó helyzete. A becsületsértés és a rágalmazásnak a kriminalizálása, ez mindig is probléma volt, és mind a mai napig probléma. Vagy ilyen megoldatlan kérdés a közszereplők, de még inkább a közhatalom gyakorlóinak a kritizálhatósága, illetve még inkább a kritizálhatatlansága. Ezt az utat ugyan még nem keresztelték át, ám ma gyakorlatilag Magyarországon senki nem emlékezett meg a Nemzetközi Sajtószabadság napjáról. Az ATV híradóját Várkonyi Gyula tudósította a szabad sajtóútról. A hét közepétől kérelmezhetik a kártalanítást a kvesztor károsultak. A kártalanítási törvény alapján ugyanis május 6-a és június 5-e között kell jelentkezniük a kvesztor Krúrira által kibocsátott és a kvesztor értékpapír kereskedelmi és befektetési ZRT, vagy annak kapcsolt vállalkozás által értékesített kötvények tulajdonosainak. A jogszabály szerint 30 millió forintig jár a kárpótlás, és egyes esetekben még a hozamokat is megkapják a károsultak. A kártérítést a BEVA mellett a kvesztor károsultak kárrendezési alapja állja majd. Az alapnak várhatóan az MNB nyújt áthidaló kölcsönt. Továbbra sem jelentették be Vilmos herceg és Katalin hercegnő másodszülő gyermekének a nevét. Az angol fogadóirodák szerint a két legesélyesebb név a Charlotte és az Alice, de szóba jöhet az Olivia,
a Victoria és az Elizabeth, vagyis az Erzsébet is. Közben egész Nagy-Britannia ünnepelni kezdte a trónöröklési rendben negyedik helyet betöltő újszülöttet. Harry herceg állítólag már felajánlotta a szülőknek, hogy felkészíti unokahúgát a brit trón második számú várományosának szerepére. Ünnepi díszvilágítást kaptak London szimbólumai a brit királyi család legifjabb tagjának érkezésére. A híres Tower Bridge és a London Eye is egész éjjel kék és piros színekben pompázott. Közben folyamatosan érkeznek a családtagok Vilmos és Katalin otthonába, a Kensington palotába. A kislány nagyapja, Károly Velszi herceg és felesége Camilla délután látogatták meg az újszülöttet. A lesifotósok lencse végre kapták Katalin hercegnő édesanyját, Carolt és a húgát Pippa Middletont is. A királyi bébi tegnap délután hagyta el a St. Mary's kórházat, csupán fél nappal születése után. A kis hercegnő 3700 grammal született délelőtt 8:30-kor. A büszke szülők még a délután folyamán megmutatták gyermeküket a kórház előtt várakozó fotósoknak, akik hatalmas ovációval fogadták a csecsemőt. Azt gondoltuk, hogy nagyon korai még kijönni a kórházból pár óra után, de Katalin megint gyönyörű volt, és a kis György herceg is imádnivaló. Mondja ez az amerikai turista. Az újszülött hercegnő bátyja György herceg után a negyedik a trónutódlási sorban, egyúttal második Erzsébet ötödik dédunokája. 300 jazidi foglyot végzett ki az iszlám állam. A jazidi haladó párt közleménye szerint a dzsihadisták egy muszul melletti faluban mészárolták le a túszokat. A párt egyben felszólította az iraki erőket, hogy szabadítsák ki még a terroristák fogságában lévő jazidiakat. Az iszlám állam összesen több ezer jazidi vallású embert tart fogva Moszul környékén. Az ENSZ emberi jogi tanácsának vizsgálata szerint az ellenük elkövetett vérengzések népirtásnak számítanak. Napi 1000 dollárért, vagyis körülbelül 271 ezer forintért viszi az utasokat a brit Golden Eagle luxusvonata, amely tegnap gördült ki a nyugati pályaudvarról. A szerelvény tiszteletére a királyi várót is megnyitották, az átadón pedig a Kenti herceg mondott beszédet. A hercegné díszmagyarban érkezett az eseményre. Egészen szokatlan látványban volt része a nyugati közönségének. A budapesti pályaudvarokra jellemző közegben egy fényesre sikált vonat várta a jómódú utazókat. A luxusnak megkérik az árát. A legolcsóbb jegy napi 1000 dollárba kerül, de akár 27 ezer dolláros, vagyis napi 732 ezer forintos jegyet is lehet kapni. A vendégek, mert itt nem utasok vannak, hanem vendégek, ezért nyilván többet is kapnak, mint mondjuk a ceglédi gyorson. Teljesen mások a körülmények, más a kiszolgálás, sokkal, tehát a vendégeknek ugye all inclusive ellátásban részesülnek, ugye a kétágyasok, a fülkék, teljesen más, tehát nem is tudom összehasonlítani a kettőt. A vonat az első napon Velencébe megy, onnan a Balkán felé veszik az irányt. Szlovénia, Horvátország, Bosznia, Szerbia, majd Bulgária következik. Végül Románián keresztül érnek vissza Budapestre. A mai ünnepélyes induláson kiderült, hogy a MÁV is tud, ha nagyon akar, hiszen előkerültek a kényelmes bársonyszékek is. A királyi váróban Mihály herceg azt mondta, a mai világban óriási teljesítmény egy luxusvonatot fenntartani, és örömmel vesz részt az út első napján. Az utazás és a vonat is nagy szenvedélyünk a feleségemmel, és figyelembe véve, hogy ő maga is félig magyar, örömmel utazunk Velencébe Budapestről, hogy első kézből tapasztalhassuk meg, milyen is az utazás egy luxus vonaton. A hercegi pár ezután pezsgős poharakkal pózolt a mozdonyvezetővel, akitől megtudtuk, hogy a vonatnak 90 km/h a végsebessége, és egy ilyet nem vezetett akárki. Erre gőzmozdonyvezető szakvizsga kell, ami 5 éves tapasztalaton, ami kim van a nagy életben, és akkor azt hozzuk magunkra, és akkor én itt 2 éves tanfolyam még ezt elvégezzük. Természetesen a mindig jól informált vonatrajongók is eljöttek. Mi sokat járunk ki a kisfiammal, meg a családommal a vasúttörténeti parkba, és most nagyon örülnek neki, hogy itt van a mozdony. Persze. És akkor önök ilyen vonatértők is, tehát tudják is, hogy ez milyen vonat, milyen mozdony? A 424-es, azt hiszem Bivaj a beceneve. Ahogy az 1958-ban épült mozdony kigördült a pályaudvarról, az élet a nyugatiban visszatért a rendes kerékvágásba.
A híradó után azonnal kezdődik a start, a ma reggeli vendégeket és témánkat elmondja önöknek Róna Jegon. Jó reggelt! Jó reggelt! Niedermüller Péterrel, európai parlamenti képviselővel beszélgetünk a halálbüntetésről, mint a magyar társadalomban égetően meglévő vita témáról, legalábbis hát Orbán Viktor ezzel indokolja azt, hogy miért került ez most elő, és beszélünk a bevándorlás kérdéséről, amelyben egyetlenként foglal állást olyan módon, legalábbis a jelek szerint az Európai Unió vezetői közül, hogy meg kell állítani a határon, visszafordítani, gyakorlatilag visszatoloncolni őket oda, ahonnan jöttek. Hát azután beszélgetünk majd arról, hogy most akkor a devizahitelesek győztek, vagy sem. Bodnár Zoltánt várom, volt Magyar Nemzeti Banki alelnököt, gazdaságpolitikust a liberálisok részéről. Hát ugye itt van több kérdés, az egyik a Questor károsultak ügye, ez már semmiféle összefüggés nem mutat a devizahitelesek ügyével, aztán itt vannak az autóhitelesek, van miről beszélgetni. Sok-sok elvarratlan szál látszik itt még, miközben a Magyar Nemzeti Bank szerint minden a legnagyobb rendben van. Így van, így látja a politika. És várom Schiffer Andrást, akit láthattak tegnap is, most aggódni fogunk együtt majd a LMP sorsáért. Olyan adatok jelentek meg, amelyek azt mutatják, hogy vidéken gyakorlatilag nem létezik a párt, és a tapolcai választási eredmények is ezt mutatták. Schiffer Andrásnak van erre stratégiája, legalábbis ezt ismertette a sajtóban, gondolom elmondja majd nekünk is, hogy hogy gondolja az LMP jövőjét. Persze, nyilván leginkább aggódjon emiatt. Köszönjük szépen, kíváncsiak vagyunk rá. Hírekkel legközelebb, alig 3-4 óra múlva, 8-kor jövök újra, addig is szép reggel, jó készülődést, viszontlátásra!